József város történelme során soha nem volt a polgárok elite kedvelt lakhely vagy építkezési területe. Most a Blaha Lujza téren vagyunk, a Népszínház utca elején. Ez is egy történelmi helyszín. Elég csak arra gondolni, hogy 1956-ban ide vontatták be a Blaha Lujza térre a Sztálin szobrot és itt darabolták föl, vagy a mellettünk lévő, most Európeum nevet viselő épület helyén volt a Szabad Népnek a szerkesztősége és a nyomdája. Nagyon fontos helyszín ez a McDonald's épülete. Ez volt, 1990-ben nyitották meg, ez volt az úgynevezett Simplon kávéház. Köszönhetően annak, hogy a Szociáldemokrata Párt székháza itt volt, akik folyamatosan ide tértek be, egyéb más az utcákban lévő kiskocsmák mellett, ezért egy baloldali törzshelynek is számított. Nagyon kedvelte ezt a helyet József Attila, Zelk Zoltánnak saját kis asztala volt, ahol egész nap egy szimpla mellett üldögélhetett, hiszen többre nem nagyon volt pénze, és Kassák is előszeretettel kereste ezt a helyet. Ha most itt levakarnánk középen a vakolatot, akkor valószínűleg feltűnne egy markáns és nagy Népszava felirat. A Népszava szerkesztőség elleni támadás történt 1919. februárjában, és akkor ugye a feldühödött tömeg rátámadt erre az épületre, kivezényelt rendőrök védték, és ugye ez abban az időszakban volt, amikor nagyon sokan fegyverrel, egyéb muníciókkal tértek haza, és valaki a tüntetők közül egy kézigránátot hajtott a rendőrök közé, 6 rendőrt megölve ezzel. Ezt követően a Szociáldemokrata Mozgalom nagyon aktív ellenagitációba kezdett, tehát sok tízezres tömegtüntetések söpörtek végig a városon, és hát nagyon sok embert ért utcai inzultus, konkrétan akit úgy gondolták, hogy kommunista megjelenése alapján azt a szociálnokat a munkások megverték. Ugye a Népszava volt az egyike azon sajtóorgánumoknak, amelyek hangosan dokumentálták azokat az embertelenségeket, amelyeket a tiszti különítményesek, Horthy tiszti különítményesei elkövettek az országban több helyen. Ezért Bacsó Béla, aki ennek az egésznek a vezetője volt, aki ezt az egész dokumentációt vitte és vezette, nem is engedték már, hogy otthon lakjon, és minden nap valaki kísérte őt haza fegyverrel, hogy esetleg a támadásoktól megóvják őt. Tehát innen kísérte haza Somogyi Béla, és valahol a Nemzeti Színház mögött egy sötét mellékutcánál egy gépkocsi, aminek egy zárt dobozos része volt, oda betuszkolták őket, és a súlyosan megcsonkított emberek holttestét azt néhány nappal később találták meg, tehát mindkettőjüket a különítményesek megölték. Meg is érkeztünk akkor ez az emléktáblához, ahol Derkovics Gyula élt és alkotott. Ő egy szegény származású művész volt, ismerték az ő műveit, és követői is voltak, és támogatói is voltak, de ettől függetlenül nagy szegénységben alkotott, sajátos stílusával próbálta egy eszményített módon visszaidézni a proletariátusnak a értékeit, vagy a proletariátust egyfajta ilyen idollá emelni. Érdekességként megjegyzem, hogy én nemrégiben a Végzés című képét, ahol a felesége a vállára teszi a fejét, és egy papír van az ablakpárkányon rajta bírósági szöveggel, és ezt megosztottam. Ez a képe, ez arról szólt, hogy őt lakbér hátralék miatt teljes vagyon elkobzása, idejétve a festményeinek az elkobzását is ítélte az illetékes hatóság. Beszédes tény az, hogy ezt ma Magyarországon elkezdték megosztani az emberek. A többség nem Derkovicsra emlékezik, hanem teljesen valószínűnek éli meg azt, hogy ma Magyarországon élt egy festő, akit lakbér hátralék miatt vagyonelkobzásra és felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek. Itt van a
tábla, ami az Aurora utca elnevezésnek a eredetét hivatott jelezni, a kiírás szerint Kisfaludi szépirodalmi lapjára hivatkozva. Az Aurora utca elnevezést ez az utca 1953-ban kapta meg, és 1953-ban az Aurora az nem kifejezetten a Kisfaludi lapjának a neve alá volt értendő, tehát én merem gyanítani, hogy ez az utca név, ez bizony az Aurora cirkálóhoz köthető. Ugye a jobboldaliak előszeretettel hangsúlyozzák, hogy a liberális, baloldali, kommunista, nem tudom hány jelző Aurora közösségi tér is ide költözött, de amikor én kinyomoztam, hogy ez korábban hogy hívták ezt az utcát, akkor mosolyogtam a bajszom alatt, mert hogy nem biztos, hogy ellenükre volna az utcának az átnevezése a régi névre, mert hogy ezt az utcát korábban Kender utcának hívták. Ugye a Köztársaság tér 56-ban véres események helyszíne volt, erről még beszélünk, és a rendszerváltást követően sokan azt gondolták, hogy ez egyfajta, egy ilyen megbékélési szimbóluma is kell legyen az országnak, és ide terveztek egy emlékművet, amiből ennyi valósult meg is egy emléktábla, ez a Magyar Megbékélés emlékműve, aminél éppen vagyunk. A táblát már időközben valaki eltávolította, ez egyfajta szimbólum is arra, hogy a magyar megbékélés, az történelmi megbékélés, az egy kicsit még nagyobb távlatokat kell, hogy lefusson, mert jelenleg így állunk ezen a területen. 56 októberében ugye a szovjet csapatok először bevonulnak Budapestre, és akkor egy aktív fegyveres harc során szorítják ki őket a felkelők a városból. Nos, október 30-án a fegyveresek itt elkezdenek gyülekezni, és megtámadják a székházat. Később, amikor a védők feltartott kézzel, ezek államvédelmi hatóság sorállományú katonái voltak, jellemzően fiatalok, a felgyűlt tömeg lincselésbe kezd. Ugyanakkor a másik oldalról azt is látni kell, hogy voltak itt, tereltek el másik utcákba a tömeg elől más felkelők, tehát nem volt annyira egyértelműen egy egységes fellépés, de hát ugye itt azért olyan emberek is összegyűltek, akikkel még a józan eszűbb forradalmárok sem akartak újat húzni. Ezek az épületek, amelyek hasonlítanak a 60-as, 70-es években épült panel épületekhez, ezek bizony a 30-as években épültek, és ezek voltak az első jelentősebb Bauhaus épületek Magyarországon. Egyik tervezője, ugye ezt többen is tervezték, és sokan dolgoztak rajta, Fischer József építész volt. Az ő jelentősége történelmileg elég sokszínű. 1945-ben például ő lesz az, aki a főváros újjáépítésének a biztosa lesz, tehát ő az, akinek a nevéhez köthető az, hogy a ostromlott és lerombolt várost újjáépítése megtörténhessen. Ugye 1944. októberében a harcok már Magyarország területén dúlnak. Ebben az időszakban indul meg a Vörös Hadsereg nagyirányú offenzívája délkeleti irányból, és Horthy egy rádióbeszédet intéz Magyarország népéhez, amelyben azt mondja, hogy hazaáruló az, aki ebben a helyzetben még mindig a fegyveres harc mellett van. Ezen a területen a szegény zsidóságnak az aránya rendkívül magas volt, és ők ezt a proklamációt rendkívüli örömmel fogadták, és többségük letépte a sárga csillagot, amelyet hordaniuk kellett. Azonban néhány óra alatt ugye ez a kiugrási kísérlet összeomlott. Nyilas és német csapatok megszállták a város stratégiai pontjait. Egyedül ez a hely volt az, a Népszínház utca és környéke, ahol katonaszökevények és zsidók nagy számban döntöttek úgy a Horthy proklamáció után, hogy fegyverrel
a kézben harcolnak a szabad és független Magyarországért. Brutálisan vérbe folytották ezt a felkelésnek nehezen nevezhető, de azért mégis fegyveres harcot. Rendkívüli volt a megtorlás is. A szemben lévő Népszínház utca 59 egyik túlélője mesélte el, hogy itt a házmester lelőtt az ablakból egy német katonát, és hárítva a felelősséget magától, később azt mondta, hogy ezt a házban lévő zsidók követték el. Ezt követően a visszaemlékezés szerint a ház gyermek és női lakóit átvitték a nem messze lévő Tatter szálba, és a férfiakat meggyilkolták, és amikor visszajöhettek a gyerekek és az asszonyok, akkor holttestek nem voltak ugyan, de a közös udvar földes része az nedves volt a vértől. Vasas Sportegyesület ismert szimbóluma van ott előttünk némileg rongyos állapotban a piros-kék zászló. Hangsúlyoznám, hogy annak idején egyszerű tagdíjfizetésekből tudtak finanszírozni ekkora épületeknek a felépítését is. Egyéb nagyobb helyiség hiányában itt bonyolították le 1949-ben a Rajk-pert. Én mindenkinek megköszönöm akkor, hogy ezen a mai sétán velünk voltatok. Köszönöm szépen még egyszer mindannyiatoknak!